Újabb mérföldkőhöz érkezett az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése. A közeljövőben az intézmény rég várt energetikai korszerűsítése valósulhat meg. Idén is több ezer látogatót vonzott Gödöllőn a látnivalókban, programokban bővelkedő belvárosi napok szeptember 10-én és 11-én. 13. alkalommal került megrendezésre Kistarcsán a Görhöny Fesztivál szeptember 17-én szombaton. A görhönysütő versenyt idén is nemzetiségi folklor találkozó kísérte.